Na sziasztok fiúk és lányok, én Péter vagyok, és egy picit szeretnék beszélni nektek a jövő hetemről. Ugye, mint azt tudjátok, édesanyám munkát kapott egy étterem, ezt leveszem. Munkám egy roller megy kint, azt hittem, hogy valami eltörtént mellettem, valami gázcsi, vagy valami sziszeg, hát mondom, belerobbanjak. Na szóval, jövő héten ugye tudjátok, hogy édesanyám munkát kapott egy étterembe. Hála az égnek, annyira király, annyira jó. És holnapi nap folyamán bemegyünk így közösen, így kézenfogva bemegyünk, hogy megtudjuk, hogy akkor most pontosan mik is lesznek, meg ilyenek. Most elméletileg ilyen tűzvédelmi oktatások lesznek, meg ilyenek, tehát azért elég jóféle fajta dolog lesz. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, illetve mi nekem még a jövő hetemet, ezt el kell mondanom, srácok, olyan tömény lesz, mint még soha idén. Idén még nem volt ilyen tömény hetem. Tehát konkrétan holnap be kell mennünk ugye a városba elintézni az éttermes dolgot. Oké, ezt még úgy nagyjából oké, és le is tudjuk, ez nem is egy olyan nagy extra. Utána nekem van angol sulim, ahol ugye feljebb léptettek már egy nehezebb szintre, szóval itt meg fogok halni valószínűleg, de próbálom a tempót tartani, úgyhogy edzünk, gyúrjunk agyra. Na, a következő, utána, oké, ez a nap letelt, oké, kicsi pihi, jön a kedd. Hawaii Dizsi, itthon vagy, tök jó, minden, azt, de jó. Következő, szerda. Ugyanúgy egy angol órám lesz, de valószínűleg lehet, hogy akkor megint be kell mennünk az étterembe, de ezt majd holnap megtudjuk. Utána, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, nekem be kell mennem Birminghambe, mivel ugye tudjátok, hogy nekem lehetséges, hogy lesz Birminghamben benn munkám, de ezt majd egy kicsit részletesebben elmagyarázom akkor, amikor már ez tutira 100 milliárd százalék a dolog. Egy a lényeg, hogy ezt tanulgatnom kell, illetve ilyenek, úgyhogy hát igen, ezeket kicsit le is kell futtatnom a fejembe. Szóval a jövő hetem tényleg úgy fog kinézni. Hétfőn étterem plusz iskola, kedd pihi, szerdán iskola és lehet, hogy étterem is. Csütörtök péntek, szombat vasárnap Birmingham. Gyerekek, nagyon-nagyon durva. Ilyenkor van az, hogy sajnálom, hogy nincsen már meg a kis GoPro-m, vagyis nem az enyém, hanem az András, hogy kölcsön adott nekem, mert azzal nagyon jó, annyira tudnám nektek prezentálni, hogy milyen király volt utazni Birminghambe, meg ilyenek. Srácok, konkrétan egy olyan durván 40 kilométerre van innen Birmingham, és hát hogy is mondjam el nektek, hát a legegyszerűbben, olyan piszok high-tech a vonat, hogy az valami elképesztően durva. Figyeljetek, annyit vettem észre, amikor elindultam, hogy kint megindultak a fák. Ennyi. Tehát bemondja a vezető, hogy indulunk, következő megálló ez és ez, az ajtók záródnak. Mondom, miért nem indulunk már el? Ja, hogy már megyünk. Konkrétan nem mozdult meg a vonat, egy deka hangja nem volt. Csak annyit vettem észre, hogy most már 280-nal, 320-al, 350-nel megyünk. Ha? Mondom, mi van? És ami a legdurább az egészben, úgy nézett ki a vonat, ez egy sima egyszerű kis Z-kategóriás vonat volt. Úgy nézett ki a vonat, hogy légkondi volt mindenkinek, fölül lehetett tekergetni, hogy éppen milyen hőmérsékletet szeretnél. Itt volt lent az ülésed mellett egy fül, ilyen kis jack dugós jóság, hogy felvesd a fülhallgatódat, ugye, és nézhessél bármilyen filmet, mert minden vonatnak a végébe, elől meg hátul, van egy-egy kis kijelző, és ott gondolom valami kis sorozat, vagy valami BBC, vagy valami ilyesmi rádió, vagy mit tudom én, híradó, vagy bármiféle ilyesmi ment. Na most mondjuk esetünkben most nem ment, viszont mondta a pilóta, vagy pilóta, faszom már repülünk is, tehát mondta a sofőr, már buszon is ülök! Szóval mondta, aki irányította ezt a kis vonatkomplexumot, hogy ha nagy távolságról van szó, akkor be lesz kapcsolva, de mivel most csak Birminghamig megy ez a vonat, ami negyed óra, így nem kapcsolják be. Szóval tök fura volt, és baromi kemény volt. Amikor kerestem az ülőhelyet, akkor minden egyes ülés fölött ki van írva az, hogy ez a hely foglalt-e, avagy szabad. Tehát nagyon high-tech az egész, nagyon-nagyon tetszett, és tényleg pikpak megérkeztem Birminghambe, nagyon-nagyon király volt. Maga a birminghami utamról annyit, hogy ugye ez is a munkával kapcsolatos dolog volt, illetve tényleg szurkoljátok nekem, légy szíves, hogy ez összejöjjön, mert az akkor piszkosul, de piszkosul durván jó lesz, illetve, hogy is mondjam, egyszerűen Birmingham, nem is találom rá megfelelő szavakat, konkrétan az egész város úgy néz ki, mint valamilyen ilyen hipermodern nagyvárosszerűség, mert a
Az ókori épületek vannak az iszonyatosan durva, mit tudom én, szétcsicsázott épületek mellett, ami akkor egy foshányás kontrasztot tol az egésznek, mint az állat, viszont mégiscsak megvan az a feelinget, hogy milyen helyen vagyok én, érted? Tök jó. A belváros konkrétan piszkosul szép. Elképesztően szép. Egy pár képet kattintottam föl a Facebookomra, illetve a B-turbósra is, meg a privátra is. Meg tudjátok nézni, hogyha valaki esetleg lemaradt volna róla, de sajnálatos módon azt hiszem 10 vagy 9 képet tudtam csinálni, mert konkrétan olyan elemet sikerült vennem, Sony elemet, ami konkrétan ennyi kép után kaput volt. Úgyhogy igen, a legolcsóbb elem nem mindig a legjobb elem. Na mindegy, ezt legközelebb megpróbálom pótolni egy kicsit, hogy nagyobb látószöget kaphatok Birminghamből, illetve majd, hogyha majd lesz munkám, meg mindenféle ilyesmi, akkor mindenféleképpen előbb-utóbb be fogok ruházni valami kis kézi kamerára, valami kis nagy mordájra, amivel bejárhatom veletek Angliát, bejárhatom veletek azt a környéket, ahol vagyok, és megint visszatérhessen az, hogy a szabadban vlogolok. Ennek remélem azért ti is örültök, mert azért mégiscsak jobb azt bámulni, mint csak engem hallgatni, szóval tehát mindenki tudja, hogy hogy néz ki ez a hülye fej, úgyhogy szerintem az mindenféleképpen egy előnyös dolog, viszont ez még ugye a jövő zenéje. Na szóval srácok, hát nagyon tömény lesz a jövő hetem, én nagyon remélem, hogy nekem jól fog ezt telni, nagyon remélem, hogy nektek kicsit gyengébb lesz, vagy legalábbis sikerekben gazdag, vagy bármiféle ilyesmi, nagyon remélem, hogy ti is valami hasonló happy kezditek majd a hetet. Én remélem, hogy minden csuda szopinálatok, köszönöm szépen, hogy mindig velem vagytok, és egyszerűen ez fantasztikusan jó érzés. Ja, illetve ugye az utóbbi időben elkezdtem megint sűrűbben live-olgatni, viszont egy kérésem van, srácok. Nagyon-nagyon sokatok betámadja a női nézőmet. Ezeket légy szíves, felejtsétek el, mivel konkrétan mindegyikötök oda teszi, hogy ti nem miért nézitek ezt, nem ez a dolgotok, meg ilyenek. Hagyd döntsék el ők. Jó? Nagyon szépen köszönöm, és tényleg elnézést a lányoknak, így a fiúk nevében is, én kérek mindenkitől elnézést, hogy egyszer-kétszer bunkon bánnak veletek. Hülye gyerek. Úgyhogy tényleg ezért elnézést kérek én is tőlük, vagy hát na, értitek. Na mindegy, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen, hogy meghallgattátok a jövő heti programomat, nagyon-nagyon durva, és úgy vélem, hogy ez volt a helyzetjelentő második része. Igen, ez a helyzetjelentő, ez egy ilyen heti egyszeri vlog lesz, ezt mindenféleképpen el fogom játszani, attól függetlenül lehet, hogy hetente többször is lesz, attól függ, hogy éppen ugye mennyire vagyok felfokozott állapotba. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy tényleg milyen lesz a jövő hetem. Nektek csak annyit tudok mondani, hogy lehető legjobb legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, kommenteltek, lájkoltok, diszlájkoltok, feliratkoztok, megosztátok másokkal a videóimat. Csúcs szuperek vagytok. Köszönöm szépen. Sziasztok!